Most jó. Ez az. Nézd rá. Kínod egy kicsit, mozgasd el jobban. Még? Jó, jó. Kösz. Ez az! Még! Jó, kurva jó. Csukva a szem. Most nézd ki. Ez az. Nézd, ezt mondtam neked. De jó. Ez is nagyon jó. Nézd rá, erre. Szemed. Na de... Mindig ezt mondja, csinálj. Elég időre megyek. Marad még. És? Milyen Mátéval dolgozni? Jó. Ő választott téged, vagy te őt? Ismertem a munkáit, aztán jelentkeztem hozzá. Jó fotós. Csak minden modellel kikezd. Nem bírja ki. Segítesz, Lici? Tetszik neked, igaz? Tessék. Látom ám. Ahogy ránézel, csillog a szemed. Mi együtt vagyunk. Ó, igen. Ez tök jó. Ez tök jó. És mióta? Úgy fél éve. Az igen. Akkor te majd megneveled. Hm? Na, én megyek is. Na, szia. Szia. Mi van? Nincs kedved menni. Vigyázz! Jó, oké, nyerj! Igen, szerintem is. Na már. Majd fel a Facebookra. Minimum 50 like. Ne már! Útra figyelj! De ne csináld már, nehogy kitöröld. Ne töröld ki. Sajnálom. Na már. Megtörtént. Gonosz vagy. Úgyse tetted volna fel. Mert? Ártott volna a profilodnak. Igen, nem volt bevilágítva, megszerkesztve. Semmi. Mit olvasol? Kiírtam pár dolgot, ahová nem lehetnénk. Készültél? Uh-huh. Nem nekem? Na persze. Kezdjük sétánkat Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb terén, melyen 4 kivételes hazafi szobra is látható. Mi? Szobor. 4 kivételes hazafi szobra. Meg nem mondom, hogy kiké. Mi? 4 csillagot is kapott, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni. Nem kell mindent elhívni a könyvetnek. Jó, akkor itt van neked az angyalház. Igen. Az angyalház egy szecessziós stílusban épült bordélyház volt a század előtt. Na, ugye. Gyerünk, mesélj. A kapuban búja portás egyenruhába öltözött kénynő fogadta a betérőket. Innen kis szobák nyíltak, ahol a kíváncsi férfiak a kielégülés legkülönbözőbb formáit tapasztalták. Nincs benne, szó erről a kódexről. Milyen kódex? Volt ott egy ilyen kódex, amit a
az idősebb nemzedék hagyott a fiatalabbakra. Mindenféle ilyen útmutatások voltak benne, úgyhogy akár bánni a kuncsafotokkal érted. Még nem találod? Nincs meg. Mindenféle pikás kis történetek. Ezt képzeld már el. Nagyságos az, hogy megfogta a kis kurvának a kezét, úgy talingatta, oda vitte egy kis bothoz. Na, ez a nagyságos úrfasza. Érzed? Szépen körkörös irányba a makkot elkezdjük dörzsölni. Egészen addig a pillanatig, ameddig az a nagy fasz megmeredik. Hát ilyen vagy. Te elpirultál? Nem. De elpirultál. Hát ez hihetetlen. Te hogy tudsz ennyitől elpirulni? Szia! Merre mégy? Mit tessék? Azt kérdeztem, merre mégy? Ha útba esik, elviszlek. Szeged felé megyek. Akkor gyere, pattanj be. Szegeden. Pihennek egy kicsit. Egyedül? Nem, a barátommal. Széles. Miért? Nem is ismered. Na és mit csináltok Szegeden? Hát csárdákba megyünk, város nézünk, kirándulunk. Megnéznék egy-két múzeumot is, de majd ő biztos nem akarja. Dobd ki. Nem érdemel meg téged. Ugye? Nem jössz inkább bele? Hová mész? Mindegy. Végül is tud várni. Hát ez könnyen ment. Gyakran csinálsz ilyet. Miért áll baj? Nem. Csak nem ilyennek tűnsz. Én ilyennek tűnök? Ártatlannak. Nem, talán csak azért, hogy kedved legyen megrontani. Akkor ígyunk az új ismerettségre. Az új ismerettségre. És neked van valakid? Van is, meg nincs is. Én is elmondtam. Van. De nem szeretném, hogyha befolyásolná az itt létünket. Engem nem zavar. De lehet, hogy őt se. Hát arra azért kíváncsi lennék. Kis helyre hoztál. De vannak itt jó arcok. Szegény az ott nagyon el van kenődve. Biztos lerobbant a BMW. Tetszik? Nem rossz. Jobb, mint a pasid? Azt hiszem, igen. Azt hiszed? Igen. De majd most kiderül. Szia. Szia.
Maradhatok? Persze. Miben segíthetek? Láttam az öltönyödet és megtetszett. Nekem is tetszik a pulcsid. Igen? Mit csinálsz itt a tanáján? Iszogatok. Hol az italod? Nagyon-nagyon drága sör. Ezért először meg kell dolgozni. És hogy? Hát gyere fel a szobámba, és akkor megmutatom. Jó, de előbb a sört. Gyere, menjünk. Bocs, ismerik egymást? Jöttem. Mutatni akarok neked valamit. Most egész jól el vagyok itt, de kösz. Fejezd be, jó? De mi? Éva. Andi vagyok. Ups. De egy próbát megért. Öreg, nem hallod? A hölgy jól érzi itt magát. Mert én eldöntöm, jó? Én úgy látom, hogy már eldöntött. Engem nem zavarsz, maradhatsz nyugodtan. Hol is tartottunk? Egy visszautasíthatatlan ajánlatot tettél. Barátodnak megveszünk valami kólát, jó? Jó. Lehetünk. De előbb még táncolok egyet. Hm? Vedd közle. Most nincs kedvem. Nem sokat tartasz. Nem kell? Inkább te kell lennél. Nincs csók. Nem tudtad? Vetkőz. Tetszik neked? Tovább. Kapcsold le a lámpád. Látni akarlak. Gyerünk, állj fel az asztalra. Állj fel az asztalra. Na. Csinált, gyerünk.
körbe. Még egyszer, gyerünk. Na, Andika. Gyerünk. Hadd lássam a mellett. Puncilat fog meg a puncit. Na, gyerünk! Táncol. Gyerünk már! Mi van? Ha? Nem megy? Andika.